Minden héten 1 millió forintot nyer az ötös lottó számhúzója. Tavaly így 52-en váltak milliómossá. Most januárban eddig hárman zsebelték be a pénzt. Nézzük, mire költik fejenként az 50 darab 20 000-est. Az év első nyertese egy volt repülőmérnök, Asztalos Dezső, akinek eddig nem volt komolyabb nyereménye. Így tervezte, így kezdi az évet? Hát ezt előre nem lehet tervezni, de nagyon jól esik, hogy az ember nyert. Számomra a mai nap egy kellemes meglepetés, hogy ilyen komoly összeget tudtam nyerni. Ahogy egy mintaférjhez illik, nem csak ő határoz a pénzről. Egyedül én nem döntöm el. Van egy kedves feleségem, és vele beszéljük meg azt, hogy ezt a pénzt most mire használjuk. A tengeri hajóutak nagyon szimpatikusak számunkra. Egy héttel később a Szerencseszombat Elviszes különkiadásában egy Jászberényi úr vitte el a stúdió nyereményt. Számított erre? Hát számítottam, mert pályáztam. István sok mindenre fordít majd a pénzből. Házfelújítás, meg szobafelújítás, bútorvásárlás, esetleg nyaralás, szóval mert régen nem voltunk nyaralni, meg a család. Érdekesség, hogy pontosan egy éve már átélte ugyanezt az élményt, azt az összeget és a mostanit is két gyerekek között egyforma arányban osztja el. A legutóbbi sorsoláson egy olyan játékos nyert, aki már több mint 20 alkalommal zarándokolt a Fortuna stúdióba, de most mosolygott rá nagy szerencse először. Többek közt egy jó tévét vesz majd a pénzből. Pályázni mióta lehet pályázok, szerencse számaim vannak, amit állandóan játszok. Annyira váratlanul ért, hál' Istennek azért, de ebben van helye.